A következő előadásunk Ritz fogja tartani. Tehát hogy bemelegítette a székét, úgyhogy még most tovább fűti. 5 óráig, az, ugye? 5 óráig. A kínai animációról és animékről. A, Ezt átadom nekem. Ja, igen a prezenter ugye az is kell. Tehát kínai animáció száz éves múltjáról és azok között történt eseményekről fog előadást tartani nektek. Szóval! akkor Üdv mindenkinek, Ritz vagyok, Ritz von a vezetője, és illetve az animáció történettel foglalkozom már egy ideje. Volt már három előzetes előadásunk, egyszer az animéknek a technológiai történeti fejlődéséről, hogy milyen technológiákat használtak, és az hogy változott az idők során, illetve egy koreai animációs ipar története. Na most ezt fejejük meg, és zárjuk be a kört a kínaiakkal. Úgyhogy, mit gondoltok, a kínai animációnak körülbelül mikor lehetett a kezdete? Egy tippet? Ott? 2008. Hát kérlek szépen, egy Shaolin, Shaolin Bani nevű fordítót idézek. Nem csak Moda, OTG, CF és Scum Williamből áll a donghua. Úgyhogy. Forrásaimnak egyébként itt az egyik könyvettel tartom kezembe, a Chinese Animation Rolf Kissentől, ezt amúgy én őszintén szólva nem ajánlom. Többek között azért, mert például a 40-es éveknél egyetlen sor van beírva. Minden más egyébként az IMDB fából. Ezen kívül az Animated Encounters és a The History of Chinese Animation kötetek, azok kifejezetten az 50-es, 60-as évekkel foglalkoznak. A kommunizmus fekete könyvben azt majd nem fogom előre mondani, hogy miért, de majd meg fogjátok érteni, hogy bizony jó okkal szerepel ott, ahogyan egyébként a 40-es, 70-es évek anime, animációs filmes ideológia. Illetve ezen kívül volt Wukongnak a videója, amit használtam, és a két kínai fő lap. Viszont akkor egy kicsit nézzük át, hogy a távol-keleti animációs ipar fejlődés ez milyen szegmensekből állt. Hát bal felső sorokban a japánok ugyanazzal a régi vassal csörtetnek végig a szerpentinen, nagyban próbálják az embereket lenyűgözni a különféle mutatványaikkal, csak éppenséggel nem foglalkoznak, hogy elkopik a lentkerék, elkopik a gumi, elkopik a futómű. Most ebből a hasonlatból mindenki mazsolázza ki, hogy akkor most melyik a pénz, melyik az ember és melyik a munkás. Aztán ott van nekünk a dél-koreai animációs ipar, George R. R. Martin tolmácsolásában, azaz, ha valahányszor összeomlik az animációs ipar Kóreában, ő megöl egy karaktert a tűz és égdalában. És bizony eléggé gyakran megtörtént ez, kb. évtizedenként egyszer. Vagy ott az Észak-Kórea, hogy tényleg feltehetjük a kérdést, hogy hogy a biharba vagy te életben. És még ő se tudja. És végezetül ott a kínai, egy kicsit ilyen foreshadowing-olva, szép mondatba, hogy gyakorlatilag a kínai kommunista pártnak köszönheti, hogy egyáltalán EKG görbét tudunk mérni rajta. Viszont ez honnan indult? Jó, nyilván nem a második században Dinghuánnak a kis zoetrópiával, aminek az a lényege, hogy van egy hengered, benne vannak ezek a rajzok, ezt a hengert szépen megtekered, és akkor benézel az a henger oldalán lévő kicsi lyukon, és ez a rajz bizony mozog. Ha valaki látta a Kansőringnek a második részét, a démonok között második rész, esetleg még magyar keresztségben, annak ismerős lehet, mert ugyanis a Crooked Man, most eznek a magyar nevét ne kérdezzétek, hogy mi volt, az konkrétan ilyenből mászik elő. Illetve ezen kívül volt egy ilyen kicsit ilyen elő holografikus történet, ezekkel a bronztükrökkel, amikre szépen rá volt vésve egy dombormű, és egy bizonyos fényállásban megvilágítva képes volt így magunk elé kivetíteni a képet. És ezt már így a 8. században már úgy ismerték. Most ehhez képest egy jó nagy hatalmas ugrás követi, ugyanis a korra 20. században Csiszi, a császárnak az egyik ágyasa úgy döntött, hogy ez a Fajta kinematográfia, ami gyakorlatilag a filmiparnak a szakembereit tartalmazza. Azok mit csoda nyugati fekete mágia, ezeket ki kell írtani. Úgy, hogy a kínaiakat kiírtja, a nyugatiakat elzavarja. És ezzel eléggé meghatározza, hogy magához a filmhez Kína hogyan áll hozzá. Ugyanis animációt egészen a 20-as évekig nem látnak a kínaiak. Az is az első, az Max Fleischernek az Out of the Inkvel című műve. Ezt 18-ban mutatják be, és egy négy tagú testvérpáros látja, ők a van fivérek, akik eléggé nagy nevek lesznek az olyan animációs iparon belül, lényegében ők a szülőatjai. Na most ez az időszak, most nem véletlenül egy 20 éves diát mutatok ebből a szempontból, ugyanis semmi másból nem áll, mint hogy reklámok készülnek megbízásból. És akkor most belepillantok a jegyzetekbe, meg kell a kínaihoz. Például ilyen a Shuzendong Huawei Daiji, vagyis a kényelmes zsendongi kínai írógép, amit 22-be készítenek el, de nagyon hasonló egyébként a Danao Huashi, ami egyébként a felfordulás a stúdióban, ez keverte a filmet, az animációval, lényegében az animált kis figura úgy felborít mindent a stúdióban, és próbálják kergetni. De ezen kívül egyébként még az ilyen nagyon kiemelhető, ez a luotao siánvú, vagyis a tevetánc, de ezekről sajnos képet nem lehet találni, ezek elveszett művek. Ahogy mind a másik húsz animált propagandafilm, ami általában vagy imperializmus ellenes, vagy japán ellenes, vagy esetleg ópium ellenes. Azért, azért jöttek a britek, hozták az ópiumot, és vitték a teát. Viszont érdekességként, hogy a 32-es első sánkhái incidens az, ami úgy kifejezetten megugrasztja ezeknek a számát, hihetetlen sok bekérés érkezik a vámfivérekhez. És a korszaknak egy másik alkotója, ő viszont már nem Kínában fog sikert aratni, ez Cyrus vagy Cy Young, akit nem véletlenül párosítottam össze hófehérkével, ugyanis ez az ő első kreditált, tehát ugye feljegyezték, hogy ő animált benne műve, 1937-ben előtte 20 éven át egyébként a Disney-nél dolgozott turván. És egyik munkához sem tették hozzá az ő nevét. Kicsit megyünk tovább 40-45 közé, itt kizárólag egy műről lehet beszélni. Méghozzá a 41-ben bemutatott Tiesán vagyis vaslegyezős hercegnő, ami a nyugati utazásnak egy bizonyos pillanatát dolgozza fel. Ez egy körülbelül 70 perces darab, és az első nagyjátékfilm a távol-keleti szegmensen. Ez ihleti meg egyébként a japánokat arra, hogy hát muszáj most már valamit csinálunk, mert itt ezek a kínaiak, ők összeraktak egy 70 perces filmet, mi meg 30-szal visszadunk. Mindezt egyébként úgy, hogy ekkor már Japánban a hadsereg és a haditengerészet pénzelt az animációs ipart. A stilisztika egyébként rotoszkópos, ami azt jelenti, hogy fogták, felvették előre a filmes megoldást, azt kivetítették egy üveglapra, szépen bal alul lehet látni, és azt fogták és átrajzolták, úgy körvonalasan. Ma ezt számítógép végzi, ha valaki esetleg ilyen film kuriózumos, akkor a 2006-os a Scanner Darkly, vagy kamera által homályosan az például így készült. Vagy kevésbé kuriózumos animéseknek nagy tüske az oldalában, az Akuno Hana 2013-ban, az is pontosan ugyanígy készült, csak ott számítógép dolgozott. A jobb alsó sorokban egyébként egy érdekességet lehet látni, méghozzá van Liaming és Osamu Tezuka közös képe. Ők eredetileg terveztek, már ekkor felverült legalábbis a kérdés, hogy csináljanak majd egy közös művet. Először még csak mind a kettő, Tezukának a fejébe pattant ez ki, majd az 50-es években már kezd megfogalmazódni mind a kettőben, miután beszélnek. De sajnos az egyikük halála véget, erre sose kerül sor, illetve hát Kínában a politikai helyzet kicsit meleg lett. Mondhatni vörösen izzó. Ugyanis 45-ben, miután elűzik a japánokat, aki kín... gyakorlatilag ott marad a kínai városok nagy része üresen. A nacionalisták oda bevonulnak, akik mondják a kínai kommunistáknak, hogy ti nem menjetek kifele, városokat ne foglaljátok el, csak azt felejtik el a nacionalisták, hogy vidéken van a nagy hatalom, ugyanis ott vannak a földek, a kaja, az infrastruktúra, a közlekedés, a vasút, ha ezeket irányítják a kommunisták, akkor onnantól kezdve nincs túlzottan jó gyalogútja a nacionalistáknak, és hát surprise, surprise szívnak vele, mint a torkosból. Ugyanis körülbelül két év alatt megfordítják a polgárháborúnak a menetét, északkeletről kiindulva a polgárháborút gyakorlatilag a kommunisták megnyerik ígérhetnek fűt, fát, földet, de leginkább földet a parasztoknak, ezzel kö nagyon könnyen megveszik őket. Ilyenkor alapítják egyébként a Manchuriai Filmegyesületnek, a japán manei az utódjait. Egyfelől a Toei, ami a Tokiói Vasúttársaságnak a cége eredetileg, ekkor még. Aztán kitalálják ők, hogy hát akkor átmenjük a manei a munkatársait, a filmeseket, és nyitunk egy filmes részleget. Illetve a kínaiak is megcsinálják ugyanezt, ők viszont az Északkeleti Filmstúdió néven indítják útnak, 46. október 1-én, illetve a Jeleni Filmstúdió a másik. Utóbbi beolvad később az elsőbe. Az Északkeleti Filmstúdió utána később Sánkhályi Animációs Filmstúdióként fogják majd megalapítani 49-ben, Changchun-ban, miután Mao kikiáltja a kínai népköztársaságot, 49. október 1-én. Valamiért nagyon imádják ezek a kommunisták az október 1 nem értem miért. De maradjunk akkor az animációnál. Ekkor konkrétan kettő címet lehet említeni. Az egyik a Huang Meng, vagyis a császár a másik pedig a könnyű prédára leső, vagy kínai címén Wang Zhang Zhuobi gyakorlatilag mind a kettő az előző rendszer, az előző politikai berendezkedésnek a kritikája, illetve azért úgy beszólnak a nem a nacionalistáknak, a császárhíveinek, a lojalistáknak, hanem azért úgy szépen finoman, gyakorlatilag az arcában robbantva a közembernek elmesélik, hogy az elmúlt húsz évben a nacionalisták azok hogyan zsigerelték ki őket. Kicsit csúsztatva, kicsit pontosan, de a legjobb igazságokat általában mindig hazugsággal szokták elkeverni. Így a hazugság sokkal hihetőbb lesz mindig. És kilóra megveszik a népet, ez segíti át őket, még hogyha esetleg nem is tudnak minden embernek fegyvert adni ilyenkor, ha nem puskával löttek egymásra, akkor hegyes bambuszbotokkal verték egymást, és ebből álltak a csaták. A polgárháború meg, befejezte után, miután Mao elkezdi szépen meg erősíteni a hatalmát, egy másik korszakot kezdünk el írni, méghozzá a kínai animáció aranykorát. Tevej ilyenkor kezdül, kez, kerül elő igazából, ő a Sánkai Animációs Filmstúdió vezetője lesz, és a kultúrminiszter Zhu Enlai fogja kijelölni. Ő Konkrétan megfogja a japán propagandistákat, akik nem akartak hazamenni, mert attól féltek, hogy otthon előállítják őket az előző rendszernek, a gyakorlatilag a militáris, majdnem fasiztoid vezetésnek, a kiszolgálása véget. Ők ott maradnak Kínában, segítik az animációs ipar, meg a filmipar fejlődését, és nem mellesleg például a nagyobb komintern összejövetelekre Mao képeket festegetnek. Nem vicc, tényleg megcsinálták. Ilyenkor a rövid filmek kezdenek el igazából dominálni, és elkezdődik egy bizonyos fajta sajátos útkeresés. Most a rövid, egyik ilyen nagyobb rövid film, ami ebben a korszakban készül, az a kevéi tábornok, most egyelőre nem fogom kimondani a kínai címét, a következő dián úgyis ott figyel. A másik pedig szintén ugyanúgy az következő dián lesz rajta, ahol van az anyukánk, ami egy ebihalaknak a történetét meséli el. Ez a kínai vízfestészetből merít, aznak az animációs stílusát veszi át, és, és azt eleveníti meg. Ugyanakkor, Mao ekkor Hihetetlen sok jó összete támad a jót tegyétek vasbeton szerkezetekkel megtámogatott idézőjelek közé. Többek között a nagyugrás terv, ami csak akkor egy nagyugrás lett, hogy egy szakadékba sikerült beleugrani. Olyan 20-40 millió ember élete minimum szárad a lelkén ez végett azzal, hogy nagyon erősen elkezdett iparosítani. És ha nem iparosított, akkor minden esetre megpróbálta a földeket kollektivizálni. De mielőtt ebbe belemennénk, mert ez egy hihetetlen nagy téma, akkor azért nézzük meg, hogy ebben a korban pontosan úgy, úgy mik készültek, amik úgy kiemelhetőek. Az egyik a sembi, vagyis a varácsencset, ami szintén egy ilyen imperializmus ellenes na a kommunisták mű, vagy a kevés tábornok a Jiao de Jiangshun, 56-ban, illetve itt vannak még a jutong, a halászfiú, ami körülbelül ez a... Ha valaki elkezdi nézni, akkor valószínűleg a South Park fog róla eszébe jutni. Nagyon hasonló animációs stílussal rendelkezik. Itt is egyébként az ópium háborút eleménítik meg, megint csak ugye a nyugatellenesség fog dominálni. Itt a hol van az anyukánk, vagyis a Sao Kedó Mama. Vagy a két legérdekesebb mű ebben az esetben, a Moody és a Danao Tiangong, vagyis a bivajpásztor a fiú frújája és a felfordulása mennyekbe. Mind a kettőt felmagasztalják. Rohat nagy ódákat zengenek róla, mert azt mondják, hogy oké, okay, mind a kettő arról szól, hogy el kell zavarni az imperialistákat. Mind a kettő arról szól, hogy a kommunisták jók. Mind a kettő arról szól, hogy a néppártján hogy lehet felemelkedni, meg egyéb hasonló szólamok. Aztán valaki kapcsol, hogy uram, bocsá, ezek a történetek, kihúzzuk az imperialistákat, átérjük kommunistára, ugyanaz lesz egy évvel később, ahogy elkezdték mind a kettőt ódákat zengeni, mind a kettőt fogták és kivonták a tartalomból, pont azért, mert rendszerellenes, felbújtó, kommunista ellenes maót kezd, próbálja meg egyáltalán úgy kritizálni. Főleg úgy, hogy egy évvel korábban a felfordulás a mennyekben esetében Sun Wukong történetét, a főszereplőt és a gyakorlatilag Sun Wukongot mao azonosították hogy így kergette el sekket. Szép és jó, csak ezzel együtt elindult egy másik téboly. És üdvözlet a fekete levesbe. Volt egyszer egy kulturális forradalma, vagy a kínai animációs iparnak a nukleáris háborúja. Viccen kívül. Ugyanis megerősödnek a helyi gulágok, vagyis a laokályok, rengeteg embert visznek el. Körülbelül eddig is voltak olyan egyébként tisztogatások, bezárások, különösen az ellenforradalmiaknak nevezett. 41-től kezdve a vörös terror, 41, 51-től kezdve folyamatosan vörös terrorról lehet igazából beszélni. Sánkhájban például egy év alatt, 3000 ember, egy éjszaka alatt 3000 ember tartóztatnak le, egy hét alatt 38 ezeret. Ebből egyébként úgy halálos ítélet mindössze csak 242 van, ugyanennyi nyilvános kivégzés is, illetve 450 ezer magánvállalkozást vettek el átvilágításra, őzik el a katolikus térítőket, a híveket kezdik el elnyomni. Ezek voltak az előszelek még csak. Illetve volt az úgynevezett veréb háború, amit az előző két diával előbb lehetett látni szépen a jobb-alsó sorokban. A négy kártevő kampánya, amikor azt mondták, hogy a szúnyoga, a dégy és a sáska mellett ott beréb még az, aki úgy megdésmálja a földeket, és az miatt van nagy éhínség, még véletlenül sem egy esetleg egy kínai macska, Mao, tehet róla. Úgy, hogy elkezdik írtani a verbeket, gyerekek dobálják őket kővel, zargatják a fészkeket, verik szét a tojásokat, Tart ez a téboly kb. három évig, és aztán csak kapcsolnak a sáskák, nincs, aki megjegyen minket. Szaporodjunk el. Úgy, hogy a sáskák legele, le, lelegelik a terményt. Az emberek kapcsolnak, hogy túl sok a sáska, és nincs veréb. Úgy, hogy Kína ekkor elvesztette a veréb háborút ezzel belépett a nemzetközi szintéren a második nemzetnek, aki elvesztett madarakkal szemben háborút, Ausztrália kezet foghatott vele. És importra szorultak verébről. De a dolgok mellett azért ne álljunk meg teljesen. 54-ben jegyrendszert kell bevezetni. A marxista írók írnak itt az öt törről, hogy őket hogy nyomják el rengeteg mészárlás történik például Guangxi-ba, Belső Mongóliába, Guangdong, Yunnan, Hiannan, Peking, konkrétan a Vörös augusztus, ez csak erről szólt, vagy még esetleg Rui Jinbe. Szóval ez nem volt egy hű, de nagy dolog, és ez áldozott meg szépen Mao kulturális forradalmának, amikor Mao elkezdte félteni a saját hatalmát, és kiépíteni a személyi kultuszát. A személyi kultusz közben kiadja a vörös könyvet, a vörös könyvecske az lesz a vörös gárdának, ilyen egyetemistákból szerveződött paramilitáris egység, vagyis mi vaj lehet abból, hogy fanatizált egyetemistáknak fegyvert adunk a kezébe? Túl sok minden. És akkor menjünk tovább, akkor mi történt még a kulturális forradalomban? Konkrétan a felsorolásban csak azt láthatjátok, hogy az mind a kultúrpolitikát értette érintette. Ilyenek például, amely említett vörös könyvecske, hogy templomokat, tempetőket rombolnak le, könyveket égetnek el, történelmi emlékműveket rongálnak, meg esetleg történelmi emléktárgyakat semmisítenek meg. A fiatal értelmiségiek művészek jelentős részét vidékre zavarják, teveit például elzavarják a Sánkhály animációs filmstúdió éléről, és azt mondják, hogy egy évig te disznót fogsz tenyészteni, édesbarátom, és akkor most egy klasszikust idézek, ki akar záró akkor turkálni. A régi szellemiséget és a kultúrát, a szokásokat el, megpróbálták eltöröltetni. Ez olyan szinten tébolyá válik, hogy a vörösgárda és a hadsereg összeszólalkozik. És egymás kezdik el lőni. Három darab mű készül ebben az évtizedben. Mind a három a vörösgárdát élteti. Csak hogy fokozzuk a hülyeséget. 71-ben Limpiaót, aki Maónak lett volna a utóda, félreállítják. Helyette szépen Deng Xiaoping az elkezdi átvenni a párton belül a hatalmat, és 76-ban az addigra már élő kolgét reklámá vált Mao, az feldobja a pacskert. Hogy most miért mondom azt, hogy élő kolgét reklámá vált, mert Mao nem szeretett fogat mosni ő azt hitte, hogy őrölt te a levéllel, annak a rákcsálásával, illetve te a kifőzettel, öblögetve meg lehet oldani az egészet. Na, élete végére rakás foggal, megfeketedett, megzöldült fogakkal, hiányos fogsorral mosolygott a képeken. Ja, nem, azokat kiretusálták. Viszont ebből nem tud felállni a rendesen az animációs filmstúdió. Noha ezt a következő időszakot, ezt a 13 évet, 76 89-ig, az ezüstkornak is szokás hívni. Gyakorlatilag egyébként a Sankai Animációs Filmstúdió hiába jelent be 200 darab címet, ebből egy nagy játékfilm van. És az is a már Duna tv 95-ben bemutatott a kis Necsa harca a nagy sárkány királyokkal. Ezt látható egyébként a jobb felső sarokban. És megemlítve mellette, a Nezsa Naohai, 79-ben, minden más egyébként rövid film, itt volt egy sorozat próbálkozásuk, ez pedig az 50-es Xie Mao nak a karakterét fogták, és azt mondták, hogy na ez a cica-mica, most legyen őrmester, lépjen be a rendőrségbe, tegyen rendet. Öt részben olyan szintű rendőri brutalitást és erőszakot mutatnak meg, hogy a hatodik rész már meg se a, mind az animációs filmstúdiónak a vezetése, mind a kulturális minisztérium, hogy egyáltalán elkészülhessen. 93-ben ennek ellenére folytatást kap, 13 részben, mert egy lelkes csapat, fiatal, ez felfedezi magának és kulcsstátuszba emelteti. Na most, ezen kívül minden más rövid film. És ezt a rövid filmet úgy értsétek, hogy jó, ha 40 percnél úgymond egyenlő eléri azt. Most abból egy párat mutatva, például a kilenc színű szarvas, vagyis a GSLU, 81-ben, az ilyen, vagy az egyetlen filmtrilógia, amit találtam ebből az időszakból, ez a Lao Hu vagyis az cuki öreg mester. Vagy esetleg még két művész film, mert inkább már ebbe tud utazni a Shanghai Animációs Filmstúdió, két kínai népmeséről, a Yubang Shang Zengva és a Gém és a Osztrigának a története, vagy a Tanglang Bu Chang, a Kabóca, a Sáska, Ugye a kabócát lesi a sáska, meg akarja enni, de közben a sáska elfelkezik arról, hogy háttérben ott a rigó, és jön, és meg akarja őt enni. A 90-es években viszont elkezd teljesen átalakulni az egész. Azon kívül, hogy a Sánkai Animációs Filmstúdió elkezdi elveszíteni a súlyát, megjelenik a CGI ebben a 20 évben. Ugyanakkor a művészi stílusváltás is megjelenik, ugyanis rengeteg japán koreai címet elkezdenek beimportálni, mellett az amerikai hatás is nagyon erősen kezd el ráhatni, nem csak a donkvákra, de magára a donkvákra is, Bo bocsánat, nem, a manvákra. Ilyen például a sorokban látható datuérzsi, -er Shao Tu Baba, vagy szépen magyar címen, vagy emberi címen, nagyfejű gyermek és a kisfejű apja, ami szintén egy ilyen szitkom kíván lenni. 2005-ben indítják útjára például a felül a kínai gyalogkakuknak is nevezhető Xinjiang Yang Yui Huang Tai Lang, vagyis a kedves kis bárány és a nagy-nagy gonosz farkas történetét. Ez azóta is fut Gyerekeknek számva és körülbelül 2005 óta beérték a Sazae-szánt részszámra, ami 69 óta fut Japánba. Gyakorlatilag ez olyan, mintha azt mondtuk volna, hogy 10 év, eh, év alatt beérjük szépen a barátok köztet epizódra számban. Egyébként tényleg ez egy olyan szintű feature, az egyik első CGI film, az pont egyébként az alatta látható varázsgyűrű, vagyis a Mobi Shuehuan. Viszont ebből van egy kis probléma. Olyan szintű változásokról van szó, hogy rengeteg kiszervezés van. A Disney például behozza hozzájuk, hogy figyeljetek már, nekünk itt, a, itt van ez a kis hablány. Nem, akarunk mi itt mindenféle buborékot animálni. Csináljatok már meg ti is, kócó, kici, kuhinai munka, csak meg fogjátok ti oldani. És az ócó kicsi munka megcsinálja Disneynek is a buborék. Ez nagyon nagy problémákat veszít, ugyanis a Shanghai Animációs Filmstúdió 2006-ban például oda jut, hogy az Apple TV-t, illetve az apple az iTunes rendszerét beperli, hogy azon keresztül osztanak meg az ő tulajdonokban lévő filmeket, illetve rövid filmeket. Ami azzal zárul, hogy az Apple az eltávolítja ezeket a tartalmakat, nyilván hiszen kalóz tartalomként kerültek föl. Meg azért nem kívántak egyébként a saját csipgyártásoknak otthont adó állammal kicsit jobban összerugni a port. 2005-ben egy animációs filmfesztiválon az akkori kulturális minisztérium egyik osztályának fővezetője, na most ezt mindenki bürokratikus gondolkodásra próbálja meg kivogazni, hogy valószínűleg honnan jöhetett, milyen emberken, hogy még egyáltalán arcképet sem lehetett róla találni. Ő bejelent öt pontot, amit a kínai központi kormányzat kíván majd megtenni. Az egyik az, hogy növelik a befektetések mértékét, külön büdzsét szentelnek az animációnak. A második ígéretük, hogy a vállalati infrastruktúrát fogják felfokozni, Külön ipari parkokat létesítenek a technológia részére, így például CGI animációs stúdiókat hoznak létre. Beindítják a képzéseket, hogy minél több animátort készítsenek, illetve. Készítsenek animátorokat, ja, igen. Gyakorlatilag úgy tanítják őket, hogy így tölcsérel a szájukba öntik a tudást, aztán jó vagy mehetsz. Ugyanakkor fejlesztik a meglévő berendezéseket, megpróbálják a jogi útvonalat megoldani, a tulajdonjogot, a műsorsagázási jogot, a franchise jogot, a merchandisingot. Hiszen rájönnek, hogy ha merchandising van, akkor van pénz is. Jóval több. Igaz, hogy erre George Lucas már 77-ben rájött az új remény kapcsán, de jótól lopni nem bűn. Az ötödik és az utolsó pedig a szellemi tulajdon a megerősítése volt, hogy gyakorlatilag ez a kalózkodásnak a letörését jelenti, amivel egyébként Shaolin Bani az elmúlt egy-két évben elég erősen megszívta, amikor leradírozták a csatornáját, ahol nagyon sok fordítást lehetett elérni magyarul. És akkor végezetül elértünk ezzel a 2010-es évekre, amik így már a napjainkig. Én kifejezetten utálok jelenleg is tartó folyamatokról úgy beszélni, hogy objektíven, mert erről nem lehet. Az a probléma, hogy a kínai animációs iparról nincs annyi információforrásunk. Főleg nem a mostaniról. Gyakorlatilag tapasztalatok alapján lehet erről beszélni, és ezért megkérdeztem két másik embert is, hogy valószínűleg én is úgy látom el, mint ahogy a nők. Még kiderült, nagyon nem. Az egyikük Nedra Salomon volt az Asztaros tól a másikok pedig ugye van az említett Shaolinbanni. Ők említették, hogy például megfigyelhetőek ezek a bizonyos trendek, hogy hol a csí használat volt egy kicsit jobban előhozva, hol a történelmi munkák, hol a sci-fi, a kultiváció, a hétköznapok most kezdtek el begyűrűzni, igazából úgy tematikába a Slice of life, mint mondjuk a Frankenstein család, vagy az alul látható, az, a lány az alsó szomszédból, például vagy ö, esetleg a történelmi téren itt balra a második a szüvejú szín, vagyis a vér és, ö, szív, ami a kínai polgárháborúról szól. Középen a szemfülesek nyilván már észrevették, igen, a modaoszusi is ennek az ö, érának a nagy szülötte, ami beindítja. Illetve én beírtam a dámmeit. Shaolinban ezzel egyébként vitatkozhatna, ugyanis a dámmeit nagyon erősen elkezdték cenzúrázni. Nem is igazán vannak olyanok, amik már úgy megjelenhetnek. Konkrétan van egy sorozat, aminél így kérdőjeles is a levegőbelók, hogy egyáltalán kiengedhetik-e. De ott vannak például a 3D-s darabok, mint mondjuk az első képen a dúló ami gyakorlatilag a legkeresettebb és a legnézettebb sorozat a jelenleg ebből a felhozatalból. Ugyanakkor, amit még én észrevettem, általában ugye szeretek játszani, játékok, na, na az azurlént is a kínaiak rendelték meg a japánoktól, te csináljátok már meg, de a több még nem lesz donghua. Viszont ők csináltak egy saját Girls Frontline címet, ez látható jobbról a másodikként, ami a Chibi Titer című a, a, kis szösszenetek, amik egyébként a játéknak az átvezető képsoraiból készült, egy koreai művésznek a munkájából. De csinálnak Honkár, Third impacthoz különféle sorozatokat, többek között például, hogy annak a valkürjeivel főzőcskézzenek. De egyre több és több 3D-s címet lehet igazából látni, leginkább azért, mert ez az egyik legolcsóbb előállítatóságra, illetve nagyon könnyű imitálni az animációs stílust. Gyakorlatilag kopipasta. A bilibili emeltem ki leginkább ilyen közvetítő terepnek, Noha egyébként a YouTube csatornája a legtöbb stúdiónak és közvetítőnek van. Érdemes azokat is lecsekkolni, csak annak a legjava egyébként vagy előfizetéses, havidíja, vagy esetleg tagságot kíván. Vannak ilyen is, van olyan is. Az indi témában például vannak egy pára, akiknek még se kell, ilyen például a, Wolf, a Smoke Wolf Stúdió. Őket kifejezetten ajánlom, nagyon gyönyörű munkáik vannak, és művészien tudnak alkotni. Illetve keverik a stílusokat animációs stílusban, hol a 2D-t a 3D-vel, hol a 3D-n belül a különféle megoldásokat. Szóval ez egy nagyon turbulens dolog, nem is igazán lehet tényleg egy keretbe összefoglalni. Ezért inkább tolmácsoltam az ő észrevételeiket, illetve azt a az kevés kis apró párat, amit én észleltem ebből az elmúlt. Most már 13 évből. Most az a jó kérdés, hogy ezek után mi lesz. Mert a kínai soft power a nyomását az igyekeznek úgymond tagadni, nevezzük így. Valójában azért úgy meg lehet. Tehát észre lehetett egy időben venni a Mulán filmmel, esetleg a Nagyfal filmmel, hogy próbálkoznak azért úgy mutatni, hogy a kínai filmstúdió, a filmipar és az animáció az erősödik, saját kulturális közöket mutatnak be, csak megint elmentünk abba az irányba, mint mondjuk az ez volt, 200 címet bejelentenek, oké. Okay. Mennyi készül el? Nagyon sok olyan van. Egyről konkrétan emlékszem, csak a címe nem jut eszembe, a bejelentés pont a premier dátum előtti napon jelentkezett, hogy bacsánat, srácok, de nem lesz. és másik ilyen nagy probléma, hogy a mennyiség a minőség ravására ugyanúgy megy. Rengeteg címet kapunk, és tumultus van. És ez nem jó, inkább kevesebbet kellene, de az tényleg minőségi animáció, munka, történet, mi egyéb. Úgyhogy gyakorlatilag van még másfél percem, ha esetleg valakinek van kérdése, nyugodtan fölteheti mert én ezzel gyakorlatilag a végére értem. Hoppá, benn egy kis kínai kormánykritika. Hogy drága látos Xi Jinpingünk az a kínai animációs ipar helyzetét nézi, elemzi, hogy na most hogy dobog az a szív. Úgyhogy lépjünk is tovább, mielőtt elvisznek a laukájra. Igen, egy kérdés. Az a kérdésem, hogy szerinted a kínaiak meddig fogják bírni a japánok jelenlétét? Szóval, hogy most elviselik őket, mert adják a, kultúr, a technológiát, meg a tudást, de amikor ezt utól fogják érni, akkor gondolom nagyon hamar meg fogják nekik köszönni, hogy itt voltak. És már nem fognak hentályokhoz mindenfajta dolgokat is rajzolni. És de nekem az a, az a meglátásom, hogy ők mindig azt nézik, hogy hány folyóméternyi Animi, animációt készítettünk egy évben, nem most, hogy darabszámra, méterszámra előzzük meg a világot, ezt jól van. Nagyon jó kérdés. Ugyanis van egy probléma, a kínai animáció, én szerintem nem egy hamar fogja be, utolérni magát a japánokat, leginkább pont azért, mert gyakorlatilag, ahogy az elején előmutattam, a kínai központi párttól függ az egész. Ha ők azt mondják, hogy innentől kezdve nincsen pénz, akkor nincsen pénz. És akkor beomlik megint az egész. Gyakorlatilag egy kártyavár, amit építettek föl, biztos a lap nélkül. Illetve egy apróság ezekhez az animékhez. Kinek van meg az, hogy a Nier anime az hány heteket csúszott? Így részenként, jó. Azt ugye tudjátok, hogy azért, mert a kínaiakkal rajzoltatták a nagy részét. Nem kellett a helyszentáj. Gyakorlatilag a Nier ez véget csúszott. Mert az A1 úgy döntött, hogy kiszervezi a nagy részét a munkának. Úgyhogy ezzel lettem volna. Köszöntöm a figyelmet.